Van-e annál szebb látkép, amikor a víz alatti templom mögötted, és te pedig éppen lazacot eszel? Sziasztok, én Ápi Volnék, és ez itt az Asztalcsata játéksarka, és folytatódik a Minecraft kalandozás. Én meg itt balfaszkodom a kamerákkal. Szóval a legutóbbi epizódban ott lett abba hagyva a mutatvány, hogy egy kicsit a lögyüteket szittam. Erre mit lép az okos ember? Megveszi az egyik legjobb kamerájukat, úgyhogy fejlesztettünk, és ha... Hú, azt most nem merem megmondani, hogy nem, biztosan nem ebben a részben látjátok először, hanem már láttátok a Styx végigjátszás alkalmával, amit ugye Birdman csinál. Ugyebár van most már mikrofon, állvány, filter, minden, tehát tényleg mindent megteszünk azért, hogy minőségi szolgáltatást nyújtsunk. Ezt azért fontosnak tartottam megemlíteni. Ez egyik dolog, a másik pedig az, hogy csináltam időközben egy pecabotot, amíg így a két rész között úgy nem figyeltetek, illetve nem volt felvétel, mert mondtam, hogy szeretnék minél kevesebb dologból kihagyni titeket, viszont az, hogy most pecabotot csinálok, meg pecázogatok egy kicsit, hogy legyen élelem, amíg a farm nem 100%-ban működőképes, mint láthatjátok, éppen még növekszik a cucc. Addig úgy gondoltam, hogy akkor lesz egy ilyen alternatív élelem forrás, ez pedig len, ugye a halászat lesz, mivel az állatokat nem szeretném itt a szigeten levagdosni, főleg amiatt nem, hogy jó lenne őket majd szaporítani, főleg a bárány, a gyapjú miatt, amiből most így hirtelen nem tudom, mi jót lehet csinálni. A pecebotot meg körülbelül végtelenség tudok majd csinálni, illetve feljavítani azt, mivel akartam egy ollót csinálni, így valahogy. Vagy beretvált, ki hogy szereti, amivel ugyebár meg lehet nyiratni a bárányunkat, aki mondjuk itt van az egyik, másokat hátrébb. És így akkor őt neki levágom a kis gyapját, nem kell hozzá megölni. Természetesen az ollónak az élettartama is fogyatkozik, viszont a gyapjú az arra is jó, hogy nem jó. Azt hittem gyapjúból lehet fonalat csinálni, tehát hogy így visszafele, de nem, sajnos nem. Kár értem, mert akkor tudtam volna végtelen pecabotot csinálni, akkor az egész tornó. A lényeg az, hogy gyapjú az van bőven. Hát fonalat akkor meg majd kell szereznem pókoktól, ahhoz meg majd pókot kell ölni. Ez szomorú. A báránygyapja az majd természetesen visszanő, miközben majd zabálja a füvet, hát ez van neki elég. Na és akkor most így egy ilyen röpke beköszönés alkalmátán semmit nem csináltam, akkor kitalálom nektek, hogy mi lesz a mai epizódban. Na szóval, még nem figyeltetek, illetve még nem is tudtatok figyelni, de egy kicsit haladtam. Így néz ki, hogyha teljesen ki van nőve, ez már a második körül vagy harmadik körül talán a búzatáblának, amit már le tudok takarítani. Illetve pedig építettem egy ilyen átmeneti, hát birkatárolót, birkafarmot, nem is tudom minek nevezzem. Lényeg az, hogy tudom, hogy akkor a bárányokat tenyészteni. Most nincs olyan sok, egy kicsit több volt, ugye becsempésztem azt a kettőt ide, amit szabadon kóricált, és azoknak köszönhetően itt egy ilyen kis átmeneti, mint mondhatni, egy zsilip, amiben majd itt a gyapjú lesz tárolva, itt az olló, illetve mondjuk ilyen borotva, illetve szalma, hogy könnyen lehessen őket tenyészteni. Szóval a búzát kell termeszteni. Meg időközben itt elkezdtem cukornádat ültetni, hát az végül csak annyi, hogy jöttem, hogy az ember lecsapja, és akkor ugye az nő tovább a végtelenség, úgyhogy semmi gond, ugyanezt el lehet ültetni. Szóval van már kajaforrás, pecázgattam is egy keveset, úgyhogy most a kajával szerencsére már nincs problémánk. Ami nagyon fontos, hogy nem szerettem volna, és oda bespannol egy creeper, mi a rohadás? Na váltok, majd lehet, hogy itt egy-két helyen sötét van. Hát pedig ott nincs olyan sötét. Na akkor ezt most úgy, hogy itt ne robbanjon föl, mi? Jó, nem probléma. Megadtam itt, hogy nincsen, jó. Óvatosan, mit ló és csesszem. Hú, mellé ment az egyik ütés. Jó,
Akkor be kéne raknom egy fákért, mert ott valószínűleg sötét van, meg ahogy szerintem itt is. Így, ide középre. Na így már biztos, aztán biztos nem spawnol le. Ezt jó meg azt mondtam. Na és akkor a mai témánk az pedig nem más, mint egy jó kis gyémántúrás vlog. Mert, hogyha van gyémánt, akkor a következő része már tudom is, hogy mit fogunk csinálni. És ez a mit fogunk csinálni, ahhoz kell például vascsákány, mert az a fél, ami hátra van, az nem lesz elegendő. Szóval, egy kicsit rendszerezem itt a dolgokat, már elkezdtem feltáblázni, hogy micsoda. Kaja az most már van dögivel, úgyhogy éhen nem halunk. Megvan itt még. Igen, vágtam le bárányokat. Húszszerzés szándékából. Továbbra sem tudom, mi hol van. Ez kell nekem, meg vas, ami szintén itt volt. Ja, tehát vasunk most már nincs olyan hügye sok. Két vascserkenyt csinálok. Aztán most már befejezni a gyereknapi zsivajt. Ezt ide. Ezt ide. Kaja a pecabot az jó, ha van. Bár a pecabot nem tudom, minek fákért lehet, hogy meg kéne minden. Sőt, a lehetből biztos lesz. Mert az úgy kevés. Hát egy ilyen 24, hát abból jó sok lesz. Oké, okay. Sőt 25, és akkor itt a szén, amit ide húzunk, meg ide húzunk. Na, ennyi fel. Ezt miért? Ezt máig nem tudom megtanulni egyébként, hogy ki kéne venni a cuccokat. Szóval ennyi fákjával kaja az elég, ez még a 20 szintem elrakom. Így, na. Mindenféle szerszám van nálam, az sosem árt. És akkor lecsapatunk a járatba, ahol most egy ilyen vaskos gyémánt túrára a terep, mint a he. Nem biztonságos még a sziget, gyerekek. Esküszöm, nem vettem észre. Elhittem egy tűvölt, de ott a creeper, te hülye állat. Én nem láttam. Esküszöm nektek. Nem láttam. A creeperrel az a probléma, igen, hogy egy nappal nem tűnik el. És úgy látszik, nem világítottam ki elég a szigetet, pedig szemre úgy tűnt. Na mindegy. Reméltek több meglepetést nem fognak okozni zöld barátaink. Úgyhogy teszek én még ide is. Ide is mindenhova, egy kicsit sötétebbnek látom a textúrát. És akkor lemegyünk ebbe a kis járatba. Le tudtam volna menni mondjuk több helyen, és nem volt volna muszáj itt. Egy új járatra kéne elindulni. Tudom, hogy itt ez már meglevő. Igen, tehát mindenképp egy újat nézek ki magamnak, és most nyilván lefele. Lefele, így fog ez kinézni. Mert itt víz van jobbra-balra keresztbe kasul. Jó kis diorit, vagy granit? Nem diorit. Ezeket, mikor berakták a dioritot, a gránitot és az andezitet, hát azt hittem jó ötlet lesz, de aztán amikor kiderült, hogy ennek a rovására történik az egész, hogy így ezekkel van tele a föld alatt rész, és akkor azzal telít meg az inventorit, hogy tele vagy ilyen hülye, szép színes kövekkel, dekorációnak is, csak komolyan mondom, az andezit az, ami elmegy. Tehát amiből, tehát építeni azt, hogy bármelyikből építsek valamit, hát nem, az valahogy nem. Bizonyos témáknak talán megfelel valamelyik, megint járat. Ez fantasztikus, lesó, jó mély. Ellenben találtam vasat. Az jó. Itt akkor itt nagyon nehéz lesz bányászni, tehát ez a hardcore, tehát ott van láva. Megint betaláltam abba a vaskos járatba. Valahogy úgy kéne, hogy azért ne pusztnyúljak meg. Ott meg víz. Akkor itt valahogy így. Igen.
Értem én a problémámat. Nyilván nem hoztam magammal dörtöt, de hoztam magammal, illetve nem hoztam magammal esett közben cobblestone, úgyhogy ezt itt alulról kipakolászom, így, hogy ne essen le a vas. Nagyon amatőr módszer még, nem baj. Ha valami működik, pontosabban hülyén néz ki, de működik, akkor nem hülyeség, úgyhogy jó. Bekészítek egy Enderman, arra nem kéne ránézni. Ott az Enderman. Hát az alapjában véve nincsen probléma. Nem néztem rád. Ezek valahol alattam hörögnek, úgyhogy... Igen, itt vagyok a járatban. Múltkor valahol ott kacsingattam, kimelt ott a reston. Valahol ott arra néztem ki. Vagy ott. Nem tudom. Nem jutottam sokkal tovább. Úgyhogy amondó vagyok, hogy itt... Ahogy vissza is kérem, hogy jutnom mondjuk. Tehát nem ártana úgy bányázgatnom, hogy ez retúros, tehát... Na jó, mondjuk ebből megjegyzem, hogy itt ez a cobblestone. Próbálok lineárisan bányázgatni majd. Annyit még hozzáteszek, hogy próbálok majd úgy bányászni. Leszek itt egy fákat, hogy tudjam, hogy balra föl kell menni. Oké, zsok. Ne. Óceános rohatás, hogy az... Jó, elállhatna most már. Akkor lejjebb. Még lejjebb. Nem tudom mennyivel viszont. Így. Jó, és akkor valahogy így megpróbálok itt körkörösen. Hát nem tudok lemenni körkörösen, mert mindenhol van egy rohadt üreg, egy lyuk, egy valami. Ezt így elcsesztem. Így. Így, hogy tudjam, hogy erre szintén nem, akkor... Erre sem nem tudok. De erre tudok. Egyfélét le tudok nézni itt, Mizu. Így végül is akkor jó. Tudom, hogy arra nem kell menni. És arra tudok továbbásni, elvileg. Hú, itt nagyon itt van valami. Egyre jobban hallom, nem tudom, ti is érzékelitek ezt a hangforrást. Hogy egy nyakamba hörög. Ez kurva jó. És viszont itt nem merek úgy kimenni, mert lehet, hogy itt az arcomba robban egy creeper. Semmi para. Ügyi voltam. És simán hozzám férnek. Így. És megyünk tovább lefele. Egyszer kell csak megtalálni a lefele vezető út helyességét. Ez így nem jó. Tudom, hogy ott van szén, csak most abszolút nem tud érdekelni, mert ez még mindig hardcore. És nem fogom pár szén miatt kockáztatni az életemet, mikor most gyémántúra van. És hogy mi is lehetne egyébként jobb téma? Végülis folytattam egy kicsit az előző részben az ecsetelését az egyik híres márkának. Azt annyira most nem szeretném, mert igazából mindent elmondtam róla, amit szerettem volna. Ellenben megérkezett az után gyártott tájföldi alkatrészem elég hamar. 3 hetet írtak, aztán végülis egy héten belül megjött. Igen, kicseréltem a kormányban. Igen, én a két kezemmel szétszedtem, és láss csodát, működik. De jobban, mint előtte, és ezt halálosan komolyan mondom, és szerintem ez a lényeg, hogy működik. Nem kellett kidobnom egy, hát akkor még közel 300 eurós kormányt. Most már annyit azért nem ér meg, nem is gyártják, ugye most már a G29 megy meg a másik. Ugye most már megosztották a brandet, most már külön van PS4-hez és PC-hez, és külön van Xbox One-hoz és PC-hez, vagy az Xbox One-os csak Xbox One-nal, vagy ezt nem tudom. Hülyeséget pedig nem szeretnék mondani, hogy fölöttem meg láva.
Nem, mellettem láva. Az nem feltétlen rossz. Csak itt rohadt mód kell most vigyáznom. Itt egy kicsit, ó, ahol láva meg föld van, az jó jel szokott lenni. Szóval lényeg az, hogy működik a kormányom, nagyon frankó. Új fejhallgatót még nem vettem, úgyhogy arról nem tudok beszélni, meg most még egyre nem is tervezem. Nyilván nem elfelejteni, hogy április 14-től rosszul mondtam, április 14-én pénteken lesz egy livestreamünk, amit mobilnettel oldunk meg, ezt más videóban egész biztos, hogy elmondjuk még. Redstone az jó, nem tudom minek, de jó. Majd csak van itt Redstone-ból. Ez is nagyon fontos, illetve ami még fontosnak mondható, az, hogy most április 2-án, valamelyik videóban, azt hiszem valamitán vezetős vlogban, tévesen április 6-át mondtam, nézzétek el, nekem nem tartok fejben minden dátumot, nézzétek, hogy április 2-án, azaz most vasárnap, nekem most vasárnap, de azt sem tartom kizártnak, hogy ezt a Minecraftot még a hétvégén megkapjátok, tehát lehet, hogy nektek is most vasárnap lesz. Lesz a WrestleMania, ugyebár a amerikai kamupankrátor szervezetnek a kis húzó műsora. És azután belátható időn belül Ámbátor, nem tudom, hogy mikor, szeretnék pankráció jellegű vagy gameplayt, vagy ilyen kis beszélgetést, ezt majd eldöntitek ti. Gameplay szerintem mindenféleképpen lesz a WWE 2K17 című játékból, az aztán az első konzolos tartalmunk, mivel az csak PS4-en van meg nekem. És nem szeretném most ezt PC-re még egyszer megvenni, főleg, hogy ilyen ultra-hiper Season Pass-es kiadásba vettem meg, ami akkor nem volt olcsó, és PC-re nem szeretném még egyszer ugyanígy megvenni. Sima karrier mód lesz benne. Itt meg Wasser, meg egy zombi, meg denevér. Denevér az miért van mindenhol? De ez így nem annyira vészes. Ezt akartam megkerülni, hogy befolyjon a víz. Jó. Gyere zombinyek. Küzdjünk meg. Lassú vagy. Hagyj már én menjek oda. Nem lát hozzám, mutat is ilyenkor, ugye nem jön. Vagy jön csak nagyon lassan. Ugye okosai van. Ha nem talál utat magának, akkor... Nem jön. Nincs itt más, nincs. Hát ennyire azért bemerek már jönni egy zombira. De nevér az idegesítő, még mindig. Kb. Olyanok, mint a... Ups. Mint a Pokémonban a zubetek. Na, annál idegesítőbbet nem, elképzelni nem tudok. A hangjuk is rohadt idegesítő, meg idegesítően is néznek ki. Még aztán... Hát még mindig egy ilyen anime, úgyhogy... Ott tényleg csak a fantázia. Éreztem, évas. Jévízben nem tudok gyorsan bányászni. Hamarosan elfogy még egy vascsákány. Ami nem túlzottan jó. De lesz szont azért még kibököm. Ott még van Redstone, de az most nem érdekel. És akkor itt valahol, valamerre el kellene indulgatni. Meg itt csinálgatni valami hidat, hogy itt ha jövök oda-vissza, könnyebb legyen a mozgás. És mondjuk elmegyek én balra, ami azt jelenti, hogy így. Igen. Ez így frankó lesz, úgyhogy most mindenféle jellegű promóciót elmondtam. Aztán, hát akkor már legyen egy ilyen pankrátoros. Legyen pankrátoros témája a vlognak, úgyhogy aki ezt most nem szereti, az kapcsolja el. Nem, tehát ez a játékot nézze, szerintem nyugodtan, max némítse le. A lényeg az, hogy ebben most a WrestleMania-n elég érdekes párosítások vannak. Hát a szokásos Undertaker storyline az megy, és innentől kezdve pankrátorosan fogok beszélni, tehát aki nem érti esetleg, hogy mi mit jelent, az kérdezzen kommentben. Ugye gondolok itt például a storyline-ra, bár azt szerintem értitek, hogy történet. És most egy egész jó kis sztorit találtak ki
Sok helyen. Gyakorlatilag én már csak emiatt nézem, annyira a bunyó nem is érdekelt soha. Megnézem azt is szívesen, de néha a legjobb történeteket ki tudnak találni, mint egy alkategóriásnak csúfolt film. Úgyhogy ez a lényeg, meg nem véletlenül jó színészek ezek. Tehát nem véletlenül már egy pankrátorok igen nagy harmada színésznek. És itt most nem a rockra gondolok, hanem meg nem is John Cena-re, például Randy Ortonnak is van filmje, Dean Ambrose-nak is van filmje, Miz-nek is van filmje, na, abban mondjuk belenéztem, kb. Olyan, mint Miz, mint Pankrátor, tehát borzalmas. Úgyhogy lényeg az, hogy most a 33. WrestleMania-n, amit Orlandóban, Floridában fognak megrendezni, hát a kedvenc párosításom az talán Roman Reigns és az Undertaker, de mondjuk Undertaker-rel elfogult vagyok. Tehát ha mondjuk őt nem veszem, akkor szinte mindegyik jó. Tehát Triple H és Seth Rollins végre összecsap, ugye Triple H miatt árult el a Shield-et annak idején Seth Rollins, mikor bevették az Authority-be, ugye az most már szerencsére megszűnt, bár azért a Monday Night Raw-ban még mindig ott van, tehát azért csak Stephanie McMahon viszi a Monday Night Raw-t, és ugye most kirúgták, kit is rúgtak ki? Mick Foley-t, és nem talál Gémántot. Amit azért sajnáltam. Ugye SmackDown téren meg Shane McMahon hát össze fog csapni AJ Styles-szal, ami nekem egy abszolút favorit meccs. Azt várom nagyon. Még egy kicsit lejjebb szerintem. Lehet, hogy Bedrockig. És azt a meccset nagyon várom. Nem tudom, hogy sima meccs lesz-e, tehát hogy one fall-os, esetleg nem lesz szabály, ez nem hallottam róla semmi, szerintem sima lesz, csak egy sima meccsen eldöntik. Meg valószínűleg AJ Styles fogja megnyerni, mert szerintem egy olyasmi meccs lesz, hogy ha Shane nyer, akkor AJ-t kirúgják, ha AJ nyer, akkor meg maradhat a SmackDown-ban, és akkor fight lett arra, amit csinált ő végül is Shane-nál. Ez egyik, akkor az Undertaker Roman Reigns meccsen nem tudom ki fog nyerni. Tehát Roman nem egy olyan alkat, aki le tudná győzni. Sem karakterisztikája, tehát nem olyan karakterisztikája van, ami miatt legyőzhetné Undertakert. Még Brock Lesnarnek azért olyan volt, tehát akkor ő éppen az aranykorát élte az egyiket. Volt neki egy pár. Nem tudom. Ott megint egy olyan meccs lenne jó, hogy karrier versus mi az? Hát most már streak, nem? Tehát ugye most már megtört Undertakernek a sorozata. El fog fogyni a vascsákányom. Jó, hát majd egy vágás után visszajövünk ide. És akkor visszajövök még több vascsákányjal. Nincsen gyémánt. Ha egyet találok, akkor abban a pillanatban fölmegyek egyébként, és akkor vége ennek a gyémánt túrának. Szóval nem tudom. Ott bizony, tehát bármilyen is szeretem én Roman Reigns-t, remélem, hogy Undertaker fog nyerni, és akkor indulok vissza. Hát ilyenkor irigyelek titeket azért, hogy ezt nem kellett végigszenvednetek, ezt a másfél maratont, amit itt lefutottam. Na mindegy, szóval ott tartottunk, hogy meccsek WrestleMania terén. Lesz, hát jó, nem kertedek, fő eseményt, fő mérkőzés, Brock Lesnar, Goldberg. Goldberg a tököm tele van. Tehát nem hiszitek el, én nagyon csípem azt az embert. Menjünk egy kicsit most másfelé, itt erre vizet hallok mondjuk, tehát lehet, hogy erre nem kéne menni, de most jövök. Tehát azzal az emberrel egyébként tényleg tele van a hócipőm, mert visszajött, oké, hogy nagyon jó show-t csinál, meg oké, hogy adtak neki egy jövet egyből. Jó, nem a legjobbat szerencsére, tehát nem a WWE jövet, hanem csak a Universal-t. Hát eleve mondjuk a Raw-ba jött vissza, tehát nehéz neki adni a másikat. Tehát az, hogy visszajön tényleg, és akkor van egy 1 perc 26 másodperces meccse, meg van egy... Hát az a restaurantokat kiütöm. Meg volt egy Kevin Owens-szerű meccs, hát ezt ne csúfoljuk meccsnek szerintem, tehát ez akkor mindenkire rossz fényt vett. Megszerezte végül is az övet, Chris Jericho-nak köszönhetően.
De az tényleg, az már túl volt, az nagyon túl volt, tehát az egyáltalán nem tetszett. Tehát, meg egy az, hogy mind a kettő ugye pay-per-view eseményen volt, ugye ilyen vasárnapi meccsen, amire nem kevés pénzbe kerülnek a jegyek. Tehát én is például a WWE Networkre, ahol vissza lehet nézni ezeket az eseményeket, meg egy hónap csúszással minden Raw-t, SmackDown-t és NXT-t, meg mindent. Én csak azért fizettem be újra, mert utána egy ideig nem néztem, egy hónapot, kettőt kihagytam kb. Nem volt semmi érdekesség. Most az, hogy mennek oda-vissza az övekért, most olyan kb. Ennyi. Kb. Ennyi. Hát egy. De legalább van. Megvan egy gyémánt, srácok. Na, hát akkor indulok visszafele. Ah, na azért, gyanús volt. Van itt akkor még, jó. Na, és akkor mindjárt elárulom, hogy miért kellett a gyémánt, de akkor befejezem most ezt a gondolatmenetet így visszafele. A lényeg az, akkor itt ezt kifelkezzük, hogy itt volt a gyémánt. Jó, na. Szóval, ezek az eseményeknek a jegy árai mocskosul nem olcsók erre. És ezt a mocskosul nem olcsókat úgy értem tényleg, hogy bőven 100-200 dollár felett volna a legszarabb jegy, és hát akkor még a ring melletti az ilyen 3-400, nem tudom pontosan. Egyszer láttam Monday Night Raw-ra, hogy a ring melletti jegyek közel 200 dollár, és ha lesz Németországban, akkor szeretnénk majd egyszer eljutni. Raw az mostanában nem lesz, volt egy pár hónapja, pár hete, de amúgy Angliában van szinte rendszeresen, legközelebb Londonban lenne most hozzám, de hát Londonban most azért egy kitérőt nem teszek, pedig jó lenne egyébként mind Londonba is elmenni, meg elmenni egy ilyen élő pankrátoros hepajra. Na hát végülis, most a tényleg befejezve ezt a Goldberg-et gondoltam, tehát visszajön, csinált, tehát volt meccs ideje 2 perc. És azért az emberek, mivel ezek voltak a főmérkőzések, szerintem csak miatt adták ki ezt a nagyon komoly pénzt, a többi talán nem is érdekelt őket, de lehet, hogy igen, mégis ezt nem tudhatom. És tényleg jogosan vannak felháborodva a kommentelők több ilyen promóciós videó alatt, hogy Goldbergnek kéne egy kicsit több kardiót csinálni, mert Ric Flair, ugye Nature Boy, volt 60-valahány éves, és Shawn Michaels ellen 26 percen keresztül meccselt. Dobálták egymást ide-oda, rúgdosták egymást ide-oda. És ez tényleg egy kicsit így felháborít, hogy visszahoznak egy olyan sztárt, akinek papíron nincsen semmi baja, jobb kondícióban van is, és még fiatalabb is, és ennek ellenére tényleg szinte semmit nem tud letenni az asztalra, legalábbis meccs teljesítmény terén. Hát ez sajnálatos. Aztán ugye lesz egy kis Jericho Kevin Owens meccs az amerikai övért, az nem érdekel egyáltalán, mind a kettővel egy szerencsétlen majom, én utálom mind a kettőt, hát főleg Kevin Owens-t. Jerichoval még annyira nem is lenne probléma. Lesz még valami. Hát lesz még Dean Ambrose, Baron Corbin. Dean Ambrose és Baron Corbin. Tehát Baron Corbin annyira egy nem semmilyen személyiség. Látok, először megnyírlak titeket. És akkor most neki akarnak adni egy interkontinentális övet. Olyan Dean Ambrose-nak se élik a stílusához az az öv. Tehát... Na. Tessék szaporodni. Most olyan jöjjön, aki még nem tette ezt a... Ezt így meg. Jó. Oké. Okay. Arra mentse meg, én nem mondok semmit, remélem Ambrose nyer, mert Ambrose nagyon bírom. És kb. Ennyi. Hát a Triple H Seth Rollins. Arra nagyon kíváncsi leszek. Remélem Seth Rollins nyerni fog. És nagyjából ennyi, úgyhogy véget is ért a mai epizódunk, megértem, hogy mihez kell a gyémánt. A következő részben szeretnék enchant szobát elkezdeni építeni, amihez kell rengeteg tehén, úgyhogy tehenet fogunk hajkurászni, kihajózunk a nyílt vizekre, és keresünk egy olyan szigetet, ahol van tehén,
ugye kell a bőr, a bőrből pedig lesz a papírral együtt a könyvből lesz a könyvespolc kell az enchantasztalhoz, az enchantasztal pedig nagyon sok jó cuccot fog nekünk adni, emellett rengeteg gyémánt kell, még majd gyémánt csákányhoz, gyémánt karthoz, a gyémánt páncért most egyelőre engedjük el, és szeretnék majd potifőző állomást, tehát ilyen brewing station csinálni, és azt is elmagyarázni, mi hogy működik. Úgyhogy én köszönöm a figyelmet, nincs más dolgotok, mint megnézni az outro-t. Köszönjük, hogy megnéztétek a mai videónkat. Amennyiben tetszik az, amit itt hétről hétre csinálunk nektek, akkor iratkozzatok fel. Ha a legutóbbi videónkra vagytok kíváncsiak, akkor azt ebben a sorokban találjátok. De hogyha az aktuális sorozat további részei érdekeltéteket, akkor pedig ide kattintsatok. Mára ennyi volt? Legyetek rosszak! Sziasztok!